Én inkább azt foglalnám össze, hogy milyen volt az élet a Cabai kert előtt. Ez kérdés egyébként, Balázs, hogy vezessen be a korábbi életét, mi minden eseményen, léleksebző eseményen kellett átmennie, átélnie, míg idáig eljutott. Tehát az történt a kisgyermek Balázs életében, hogy a szerb katonák elől menekülnie kellett az apának. Ez a történet valószínűleg ismerős sok ember esetében, hiszen megjelent egy nagy interjú Bálint Edén tollából a 2016. november 9-i érdi újságban. Bálint Edit az ő szokásos, oknyomozó és szeretetteljes írásával megírta ezt a történetet, én csak rövidítem, hogy teljes képet kapjunk Balázsról. Tehát az apa, Cabai Ferenc menekült a szerb katonák elől, és itt Pesten barátok, ismerősök adtak neki menedéket, szállást, felkarolták a mi Csuka Zoltánunk is, aki korábbi ismerőse volt már Cabai Ferencnek. Nem volt persze nagyon jó itt az élet, hiszen 1944-45-öt írunk, amikor az orosz megszállás elkezdődött, viszont az apuka állást szerzett azzal, hogy fordított az egy orosz parancsnoknak, és közben, utazódás közben fedezte föl itt a Radnai utcában ezt a gyönyörű tölgyest. Részletekbe fizette ki, mert akkor még dr. Diska Győző pesti lakos volt a tulajdonosa ennek a területnek. Balázs nagyon nehezen viselte a bezártságot, az előbb mondta, hogy Szabadkán az erdő mellett laktak, de a mottójaként is lehet érteni ezt, ha a génjeimbe hordoztam a növények, a természet tisztelet és szeretetét. Az első diplomáját egészségügyi főiskolán szerezte, a második pedig közgazdasági diploma volt, 38 évig dolgozott a Szemelvegyszorvos Tudományi Egyetemen, 5 évig pedig itt Érden a Szociális Gondozó Központ vezetője volt. 7 évig tartott, amíg a bürokratikus utat végigjárta, és ebből a gyönyörű tölgyesből természetvédelmi területet harcolt ki. Mert lehet, hogy nem látszik Balázson, nem ő a 40 éves, hanem a kert természetvédelmi területi nyilvánításának a 40. évfordulóját ünnepeljük ma, és azt hiszem, hogy a tegnapi napból, május 10-ehez kapcsolódott ez, amely mozgó minden, a Madarak és Fák napja egyébként Magyarországon. Nagyon nehéz ezeket a szavakat kiegészíteni. Nem is szeretném. Tulajdonképpen van itt magyar irodalom tanár, latin tanár, orosz tanár, és nagyon oda kell figyelnem, hogy mit mondok, ilyen mondatszerkesztés, mert ezzel kapcsolatosan a Márta rögtön bírálni fog, nem most, hanem utána, de ez hozzátartozott ezzel a rendezvényhez. Én előjáróban azt mondani, és azt szeretném elmondani, ezt szeretném, hogy nagyon szeretném megköszönni az érdi televíziónak, az érdi médiának azt, hogy segít abban, hogy a természet szerepe, a természet megbecsülése, a természet tisztelete iránt érzett elkötelezettsége fonatosítja mindannyiunk számára. Ennek függvényében, és nem is függvényében, hanem tulajdonképpen onnan kezdeni, hogy a gyereknevelést, amire utalt is mondta, hogy milyen fontos ez, fantasztikus fontos, hogy a gyerekkorban elkezdjük azt, hogy a természet megbecsülése, a természet szeretete. És a szülői példamutatás.
Igen, ez lett volna a következő, de Márta olyan okos, hogy belém folytja a szót, de én ehhez hozzászoktam, és nagyon örülök neki. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, és ez tulajdonképpen mielőtt a Márta belém folytatná a szót, elmondom azt, hogy annak örülök, hogy a Poli Árt másfél évvel, hogy megismertem. Megismertem egy olyan közösséget, ami az Irka és a Kékek, hogy fantasztikus emberek vannak ott. Azért mondom ezt, mert olyan emberközeli kapcsolatokat alakítanak ki, olyan egymás közötti megbecsülés, tisztelet, amit elmondani nem lehet, ez teljes egészében politikamentes. És politikamentes azért, mert minden esetben az, hogy az egymás tisztelete, megbecsülése és alkotása. Alkotása arról, ami lehet, hogy 40-50 éven keresztül nem jött össze, de utána összejött. Összejött, és ez a Poli Árban megvalósult. Ez egy fantasztikus dolog. Egyet szeretnék, nem akarok hosszasan beszélni, mert már tudom, hogy így tehát van egy olyan közösség, hogy Gánt. Tehát a Gánt nem a közösség, hanem hogy ott elmentünk. És ott, hogy ott együtt ez a közösség fantasztikusan összekovácsolódott. Csodálatos emberi érzéseket kölcsönzött, és egymással olyan kapcsolatokat létesített, amit higgyék el, vagy higgyétek el, hogy ez megbecsülhetetlen. Értékeljük azt, hogy van érdem egy ilyen közösség, hogy Poli Árt. Fantasztikus. Most nem akarok arról beszélni, mert rögtön tanárok mellett nézek. Az a zenei összekötés, ami volt, hát ez fantasztikus. A konkrét végén egy Vestmegyei Értéktártóra bejárás volt. Fundoki a völgyben is jártunk. Most túl azon, hogy mi milyen fantasztikusak vagyunk, Szabai Balázs része volt annak a nagy szervező egységnek, amelyik a tél folyamán megkopott tanösvényt a Fundokriában felújította. A korlátokat, a lépcsőket, a tanösvénynek a útbaigazító tábláit gyönyörűen helyreállítva büszkék voltunk arra, hogy nekünk ilyen értékünk van. Ebben Balázsnak minden fantasztikus szó hiányában tökéletesen oroszlánészre volt. Ezt tudni kell. Kérdésem. Egy átlag ember hogy válik madárbaráttá? Mert például a múltkor ott voltunk Béla bácsinál, Dolmondos Béla bácsinál, aki, jó hát ő nem átlag ember, rendben van, de svéd asztal terített a madaraknak. És rá volt írva egy kis cetlire, hogy a vegyek is madár. Tehát az átlag ember, madárbarát, hogy lehet. Igen, tulajdonképpen az az igazság, hogy május 10-én a Madarak és Fák napja. És nagyon örülök, hogy sikerült, mert előzőleg az az igazság, hogy én biciklivel elmentem Béla bácsihoz, és nagyon szerettem volna, hogy legyen itt. És Béla bácsi azt mondta, hogy természetes, fölöltözünk, de van valami vendége, vagy várható, de akkor is megszerzi azt az örömet, hogy itt van. És köszöntsük Béla bácsit, mert egy fantasztikus dolog. Pedig elfogott vagyok vele szemben, azért is, mert csodálatos galériája van.
és nem beszélünk arra, hogy a Földrajzi Múzeumban lévő kiállított mellszobrok Béla bácsi művei. És Béla bácsi ezt csak az anyagköltséget számította föl, és soha semmilyen egyéb anyagi ellenszolgáltatást nem számított fel Kovasek Jánosnak és természetesen a városnak, hogy ezt létrehozza. De azért Béla bácsinál még egyszer el kell mondani, mert a nehezi, hogy Amerikától Új-Zélandig Telcsúfig, muszáj elmondanom, Puskás szobor, Felcsút és Ausztrália. Ki van állítva? Nem minden, tehát érde csodálatos lehetőséggel áll szembe, hogy itt van Béla bácsi, hogy ilyen remek művet alkotott, és én azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, menjen el, látogassa meg Béla bácsi. Mert fantasztikus az a galéria, ami ott található, és azok a szobrok. Hogyan leszünk akkor végül is magában? Helyesen elhangzott, hogy a múlt század közepén Franciaországban francia kezdeményezéssel alakult ki az, hogy Madarak és Fák napja. Ez a Madarak és Fák napja, az, és el kell mondani, muszáj, Magyarország volt az első ország, aki csatlakozott ehhez. És azóta mindig május 10-e a Madarak és Fák napja. És még egyet el kell mondanom, mert látom, hogy a Fricske együttes is közeleg, és nem akarok további. Ugye mindig a feleségem azt mondja, hogy sokat beszélek. De azt szeretném elmondani, hogy megteremtettük és létrehoztuk azt a Bálint Imre kezdeményezést, hogy legyen a Kékeknek egy festőtábora. Ez a festőtábor, én örömmel adok helyt, hogy a Czabai tér. És ez a festőtábor most már legyen hagyomány, valóban, és ebben az évben is, és mindenkit tisztelettel és szeretettel várok, hogy jövő hónap június 19-én kezdődő héten lenne ennek a tábornak a megnyitója. Gyertek el, jöjjenek el, és tudom, a Márta rögtön mondja, hogy hagyja abba, a feleségem is én, de szeretettel várok mindenkit, örömmel. Mert a madaraknak szükségük van a folyamatos táplálásra és a vízre. Egy utolsó mondat, ezt majd én kérdezem és meg is válaszolom. Tavaly, mikor az 5 éves születésnapot tartottuk az Irkával, haragudtam bizony Balázsra, mert nem jött rá. Azt mondta, hogy a fundakliában virágzik az árbalány haj. Na is. Most viszont, hogy volt ez az értéktár túra a múlt hét végén, én is láttam, ahogy a felség van, hullámzott az árbalányhaj Balázs, szikrázva sütött a nap, hát az valami gyönyörűség. Azt hiszem, az költés lett, vagy zene, nem is tudom, de teljesen megértem, hogy nem az irodalmat választottak, hanem azt. Mit kívánjak neked a következő 40 évre? Mindenki a szólásszabadságot.
az, hogy szólásszabadságot kívánsz magadnak. Igen, remélem, hogy eljön. Én azt szeretném, hogy legyen hagyományunk a szabai kertben, és tisztelettel, szeretettel várom az utásokat, illetve a kölyákat és a kékeket, és legyen a hagyomány. És minden évben gyertek, legyetek ott, és örömmel, szeretettel. Egy pontosítást, ugye mondta a Balázs, hogy a Márta és a kedves felesége, de már nem a Márta felesége, hanem a Balázsnak a felesége intett, hogy már elég, de azt nem